Sziasztok, srácok! Itt Damien. Arra gondoltam, így gyakorlok a kártyával, meg így el vagyok vele. Arra gondoltam, hogy mutatok nektek egy ilyen gyors, rögtönzött kis kártyatrükköt, most magyarázat nélkül, de szerintem sokatok rá fog jönni, mert nem egy olyan nagy extra dolog, és nem is annak szántam. Igazából csak mutatni akarok egy olyan kis aranyos rutint, amit be tudtok mutatni, hogyha valaki hirtelen kér tőletek egy kártyatrükköt például, és ebben az a jó, hogy rögtön két nézőnek is tudtok mutatni valami érdekeset. Tehát ez egy ilyen két nézős kártyatrükk. Na, essünk is akkor neki. Az első feladat, két néző húz két darab kártyalapot. Tötöröm. Két kártyalap. Elfordulok. Nézzétek meg, mi az a két kártyalap. Remélem jó fele mutatom. Jó, egyik. Meg másik. Két kártyalap. Visszakérjük a kártyalapokat. Elemeljük a csomagot. Nagyszerű. Visszakérjük a másikat is. Itt is elemeljük a csomagot. Párszor kapkodok, mint az állat. Nézzétek el nekem. Keverünk is rajta egyet. Nagyszerű. Fok. Tökéletes. Megemelünk még egyet. Na, a feladat a következő. Odafordulunk az egyik nézőhöz, valamelyikhez, teljesen mindegy, és azt mondjuk neki, hogy mutasson rá az egyik lapra. A néző rá fog mutatni egy lapra, mondjuk tegyük fel, itt rámutat erre, jó, megmondjuk neki, hogy oké, erre mutattál rá, megmutatjuk a lapot. Ismerős valamelyiknek? Mondjuk Joker, ez egy olyan lap, ami minden lapot helyettesít, tehát igazából bármelyiket is úszhatták volna, de az egyik felfigyel, mondjuk ez egy jobb szituáció, mert itt a Jokerek megkülönböztethetőek, akkor azt mondom, hogy valakinek az uborka? Rémlik az uborka? Valamelyik néző azt mondja, ha igen, nekem, ó, neked rémlik az uborka, jó, akkor tessék az uborka a tied. Odafordulunk a másik nézőhöz, azt mondjuk neki, hogy oké, figyelj, te jössz, te is húzz egy lapot, vagy mutass rá egyre, a néző kihúz egyet, rámutat, megnézzük. Na várjunk, az uborka már volt az előbb. Oké, hogy Joker, de hát nem csak Jokerekkel vagyunk teli. Nála akkor mi van? Ó, akkor ez lesz a te lapod. És így igazából a két nézőnek megtaláljuk a lapjait, ráadásul egy ilyen kis csavaros módszerrel, mert ugye ilyen átváltozás is van így közben. Szerintem ez egy nagyon aranyos és nagyon ötletes kis rutin, és nem kell hozzá semmi extra. Hát tulajdonképpen egy kis agytorna, és rájöhettek mindenre. Na, srácok, ezt gondoltam, csak így gyorsan beállítottam a kamerát, hogy ezt így megmutatom nektek, ilyen nem előre tervezett videó, de remélem azért tetszett. Hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, mert ilyenek még valószínűleg várhatóak. Na, addig is legyetek jók, ehhez pedig jó szórakozást, hogyha valaki nem jött még rá, annak meg jó gondolkozást, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!